Szerencsére a sportolók többsége becsületes, azonban mikor olyan mesés díjakért és elismerésért küzdenek az emberek, mint az olimpiai cím vagy a világbajnokság megnyerése, akkor vannak, akiket sajnos elkap a kísértés és végül csaláshoz folyamodnak. A mai izgalmas videóban a legcsúnyább csalásokat hoztam el nektek, amivel a sportolók csúfosan lebuktak. A világbajnoki selejtező mérkőzésen a francia csapat az utolsó percben szerezte meg a vezetést, méghozzá egy kis kézírás segítéssel, ami természetesen szabálytalan. Azonban olyan gyorsan történt minden, hogy alig lehetett ezt észrevenni. A Sydney-i olimpiai 100 méteres futás alkalmával Marion Jones szemmel látható fölénnyel előzte meg a világ leggyorsabb futóit. Ezzel aranyérmes lett és több világrekordot is felállított, azonban a Bibi ott van, hogy hosszas eljárás következtében néhány évvel később bebizonyosodott, hogy illegális teljesítményfokozó szereket használt a sportoló. Emiatt visszavonták a díjait és fél év börtönbüntetésre ítélték egyúttal. A nő egyébként azt nyilatkozta, hogy drogok nélkül is simán megnyerte volna a versenyt. Nos, érdekes nyilatkozat, akkor talán meg kellett volna próbálni szabályosan is a versenyt. Ez nem tankönyvi példa lesz a csalásra, de megosztó eset az biztos. Tiger Woods egy golfmérkőzés alkalmával húzós helyzetbe került, azonban a csapata és rajongói együttes erővel elmozgatták azt a sziklát, ami a golfozót akadályozta az ütésben. Mivel a labdához nem értek hozzá, ezért nem csaltak hivatalosan, azonban a rivális sportolók a mai napig emlegetik ezt a napot. A küzdősportokban sarkalatos pont a kívánt súlycsoport elérése, amit az egyik harcosnak nem sikerült, ezért pedig mérlegelésnél mesztelenre vetkőzött, és az öt takaró kifeszített törölköző próbálta magát annyira megtartani, amennyire csak tudta, amivel végül sikerült is fél kilóval kevesebbnek látszani a mérése során. Ezzel az apró kis csalással pedig már pont beleesett a kívánt súlycsoportba. Daniel, how did you miraculously lose 1.2 pounds in 90 seconds? Az 1976-os olimpián a háromszoros orosz bajnok néhány trükkös módosítást végzett fegyverén, hogy megnyerje újabb vívás érmét. A sport lényege, hogy találat esetén az elektromos áramkörnek köszönhetően azonnal érzékeli a rendszer a pontot. Azonban a férfi egy gombot rejtett el törrében, amit megnyomva ugyanezt az áramkört tudta zárni, ezzel pedig illegálisan szerzett magának pontokat. Ilyenkor pedig felmerül a kérdés, hogy a háromszoros világbajnok vajon korábban is használta ezt a trükköt? Rögbiben egy csapat olyan mesteri terven állt elő, ami már önmagában figyelemre méltó. A Heineken Kupa negyed döntőjében az egyik játékos eljátszotta, hogy megsérült és ömlött a vér a szájából. Azonban a valóságban egy titkos kapszula volt a szájában, amit elrágva művért folyatott annak érdekében, hogy sérülésre hivatkozva lecserélhessék, miután elfogyott a csapat csere lehetősége. Akárcsak fociban, itt is egy meghatározott keret van arra, hogy hányszor cserélhet az edző, azonban itt plusz egy lehetőséget biztosított a friss játékos pályára juttatására. Egyébként miután lebuktak, 215.000 fontra büntették a csapatot, ami egy eléggé nagy összegnek mondható. 2006-ban bukott le a Juventus csapata, mikor is kiderült, hogy több mérkőzésen is megvesztegették a bírókat Rolex órákkal és sportautókkal, valamint a szervezőknél elérték, hogy az a bíró vezesse a meccsüket, akiket korábban megvásároltak. A bíró előre megbeszélt módon olyan helyzeteket fújt szabálytalannak, amiket nem szabadott volna, és olyan sárgalapokat osztott ki, amik nem voltak jogosak. Floyd Mayweather egykor világhírű volt elképesztő védelméről, ami ellenfeleit sokszor igencsak dühbe hozta. Itt Victor Ortiz vesztette el türelmét, és mikor többször nem tudta megütni Floydot, akkor végül lefejelte egy illegális mozdulattal. Erre aztán Floyd válaszul, éppen akkor ütötte ki a férfit, amikor az nem figyelt, így mondhatni a csalásra, sportszerűtlenséggel válaszolt. Na ezért nem szabad csalni, mert annak mindig megvan a következménye. Te amúgy mit tettél volna Floyd helyében? Sokan azt mondják, csak élt a hirtelen lehetőséggel, mások viszont sportszerűtlennek mondják ezt a mozdulatát. Az 500 méteres, rövidpályás gyorskorcsolya versenyen egy hihetetlen csalásnak lehettek tanúi a lassított felvételt visszanéző szurkolók. A kínai versenyző ugyanis a jelzőbóját direkt riválisa elé dobta, hogy elcsúszson rajta. A terv sikeres volt, és aztán könnyedén megelőzte őt.
Ha mellúszásban veszel részt, akkor kizárólag a hozzátartozó lábmozgást végezheted, azonban a felvételen is látható, hogy az egyik induló más technikát vetett be. Négy illegális mozdulatot is elvégzett, mégsem zárták ki, mivel csak utólag vették észre a felvételeken. Érdekesség, hogy ezt sokan vetették már be máskor is, mivel nehéz lebukni vele helyben, ha nem nézik a kamerákat valós időben. Egy igen jól ismert csalási forma az, mikor feldobja magát az ember, szabálytalanságot szimulálva és ezzel büntetőt szerezve az ellenféllel szemben. Itt éppen Blake Griffin próbálkozása látható, ami kicsit viccesen sikerült. Tesh Gibson NBA játékosnak meccs közben leesett a cipője, amikor is rögtönzött és azt felhasználva blokkolt egy dobást. Legális egyáltalán így módon meghosszabbítani a kezed? A rúdugrásra azt mondják veszélyesebb, mint a foci, és több sérülés történik ebben a sportágban. Itt Malawi Sisonja nem akart sérülést kockáztatni, ezért ahelyett, hogy újra próbálta volna ugrását, elkezdte inkább azt bizonygatni, hogy nem ért hozzá a rúdhoz, hanem az magától esett le, és valószínűleg hibásan volt felállítva. Az érvelés persze nem győzte meg a bírókat, nem adták meg neki a pontot. Attenzione! La asticella è rimasta su e ballata per un tempo. Itt olyan eseménysorozat ment végbe, ami olyan, mintha egy videójáték bug lenne. Minden esetre a kék játékos feldobta magát a büntetőben reménykedve. Ah no, Michel Weiser, là j'ai l'impression qu'il en rajoute énormément. Sajnos a kerékpár versenyeken már több alkalommal is előfordultak csalások, amik közül most az egyik legegyszerűbbet, de mégis leghatásosabbat mutatom be nektek. A 2014-es Tour de France nyertes Vincenzo is a következő trükköt használta, aminek lényege, hogy a csapatautója legálisan követheti a versenyt, és ha úgy látja, vizet adhat a saját versenyzőjének. Igen ám, azonban mikor a flakont adták át, akkor direkt jól megmarkolta és belekapaszkodott az üvegbe a versenyző, ezzel húzatva magát az autó által. Ez a fajta besegítés pedig az emelkedőkön hatalmas segítség lehet. Nos, ezt a taktikát pedig annyira nyilvánvalóan űzték itt, hogy végül emiatt ki is zárták őket a versenyből, és egy kőkemény 200 eurós bírságot kaptak. És ha már kerékpár, akkor bemutatok most egy nagyon okos csaló elhárító praktikát is. Alessandro Andreoli esetében ismét nem a dopingszerekhez, hanem egy külső segítséghez nyúltak, mint ahogy sok másik biciklista is ezt próbálta már. Az 53 éves férfi Olaszországban még 2017-ben érte el harmadik helyezést egy amatőr versenyen, azonban amint áthaladt a célvonalon, már le is állították a bírók. Ők ugyanis éppen ezen a napon tesztelték le új fegyverüket, a hőkamerát, ami képes volt kiszűrni a gyanús hőjeleket a biciklién. Ha valahol motort rejtettek el a vázban, akkor ugyanis az hőt fog termelni. Nos, ő azonnal le is bukott, és mielőtt szétszedhették volna a bicikliét, végül ő már be is ismerte csalását. Ez lett volna hát a mai videó, mindenképp csapjatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, és akár néznétek még további ilyen videókat is tőlem, mert ahogy tudhatjátok, ez már egy kisebb sorozattá vált a csatornán, és ameddig úgy látom, hogy nyitottak vagytok folytatásra, addig mindig hozni is fogok újabb részeket, úgyhogy tényleg jelezzétek egy lájkkal, hogyha jöhet a következő. Valamint ha már itt tartunk, akkor tekerjetek le a kommentekhez, és írjátok meg azt, hogy mit gondoltok ezekről a csalásokról, illetve hogy ti esetleg már valamikor tapasztaltatok ehhez hasonlót. Én most minden esetre megköszönhetek a figyelmet, mindenképp csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül már nem sokára érkezik is a következő 1-2 napon belül, addig is még további szép estét, és sziasztok!